A gyerekfesztivál a helyi általános iskolás diákok közös köszöntő dalával kezdődött meg, majd Fejsztámer Róbert polgármester és Bíró Edita Jová Jovanics Máj általános iskola igazgatónője köszöntötte az esemény résztvevőit. Dobó Attila harmadik osztályos tanuló már nem először vett részt ilyen versenyen. Most a három székláb című versel érkezett Magyar Kanizsára. Van egy szék, aminek három láb van, az egyik billag, a másik ballag, a harmadik billag ballag, és a szék gazdája ennek örül, hogy billag ballag a széke. A megmérettetése 13 testvériskola, mintegy 400 diákja nevezett be. Magyarországról, Nagykanizsáról is érkeztek versenyzők, akik minden évben részt vesznek az eseményen. Ugye a Rozgonyi úti általános iskola az a Magyar Kanizsai iskolának az egyik testvériskolája, én már harmadik évet érek vissza gyerekekkel nagy örömmel, mindig más gyerekeket hozunk, szoros barátságok kötődnek, most népdal kategóriába jöttünk, meg vers és próza mondásban, de az előző években voltak zenészeink, táncosaink, úgyhogy igyekszünk minél bővebb skálán mozogni. A tehetségkutató rendezvényen a gyerekek hangszeres zenében, szavalásban, táncban és éneklésben mérhették össze tudásukat. Az idei rendezvény a korábbi évektől eltérően csak egynapos. Annyi újdonság van az idén, hogy a színpad kategória az már nem létezik a gyerekfesztiválon belül, a többi az minden maradt ugyanúgy, ahogy eddig volt, tehát a lényeg az, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, és hogy megmutassák a saját tehetségüket, hogy ki miben ügyes és ki mit tud. A 11. gyermekfesztivál eredményhirdetéssel és egy kötetlen esti táncos programmal zárult.